Balatoni Mónika a vendégünk, a Velencei Biennálé nemzeti biztosa kezét csokorom. Jó reggelt! Mi a baj önnel? Tiltakoznak ön ellen, az ön személye ellen a képzőművészek, vagy legalábbis néhányan közülük? Hát, hogy mi a baj velem, azt igazán tőlük kellene megkérdezni. Én azt gondolom, hogy néhány képzőművész és néhány aláíró az, aki ezt a tiltakozást jegyzi, és én csak azt feltételezem, hogy itt ők a direkt vagy véletlenszerű tájékozatlanságból fakadóan próbálják azt pozícionálni, hogy a képzőművészeti biennálénak a bojkottjára gyakorlatilag az én személyemet teszik a középpontba, és nem azt veszik figyelembe, hogy itt lesz egy szakmai zsűri, és őket is bojkottálják, úgy, mint Bukta Imre, vagy Keserű Katalin, vagy akár Kopek Gábor, vagy Lovas Ilona. De miért lenne érdeke a képzőművészeknek egy bojkott, hogyha nincs valódi indokuk? Hát erre se azt hiszem, hogy én vagyok az, aki a legmegfelelőbb válaszadó. Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés az a tiltakozás, vagy szerencsétlen az a tiltakozás, ami, vagy legalábbis a megfogalmazás, ami az én személyem ellen szól. Kifogásolják a pályázati kiírást, ugye elsősorban ezt kifogásolják, amit azért csodálkozom, mert ez tulajdonképpen maga Gulyás Gábor által megfogalmazott, tehát a korábbi biztos által megfogalmazott pályázati kiírás, amin tulajdonképpen nem lett semmi változtatva, tehát talán ha az ő személye jegyezte volna ezt a kiírást, akkor ez nem lett volna probléma. Tehát róla szólhat? Ez ugye Bálint Anna kritikus és kurátor és Kertész László művészettörténész fogalmazták meg ezt a felhívást a képzőművészek felé, és hát ők nem írják le a Gulyás úr nevét, a bűcsarnok korábbi igazgatójának a nevét. Tehát ez egy feltételezés csupán, amit ön mond. Így van. Én csak azt mondom, hogy például egy pályázati kiírást kifogásolnak, ami úgy gondolom, hogy pont az ő általuk egyébként korábban elfogadott nemzeti biztossal egyeztetett forma volt. Önnek tehát van döntési jogköre a tekintetben, hogy milyen alkotások menjenek Velencébe és milyenek nem? Az én döntési jogköröm az nem a művészeti programnak a megfogalmazásában van. Az én döntési jogköröm az az, hogy minél ideálisabb körülményeket teremtsek a Velencei Biennálé résztvevőinek, így most majd az 56. képzőművészeti biennáléra, de azért azt is nagyon fontos tudni, hogy ma Magyarországon nagyon keveset tudunk a Velencei Biennáléről. Tehát a másik, amit a petíció aláírói ugye kifogásolnak, hogy én a képzőművészet kárára szeretnék tulajdonképpen néhány új elemet, úgy mint a film, a színház, amit korábbi nyilatkozatomban említettem. És itt ez nagyon sajnálatos dolog, hiszen nekik tudniuk kellene, hogy ez nem a képzőművészeti biennáli ideje és területe alatt zajló folyamat, hanem ezek olyan kísérő események, amit maga a Velencei Biennáli iroda fogalmaz meg, és Magyarország részvétele az azt gondolom, hogyha minél több helyen domináns és jó, és magas színvonalú, az semmiképpen nem árt a képzőművészetnek. Nem az történik, hogy azt vélték felfedezni az ön bevezető szövegében, amit ugye külön kifogásolnak, hogy a külügyminisztériumból érkezve egyfajta külügyéri gondolkodást hozott ebbe, tehát hogy Magyarországot kell megmutatni, és nem a magyar képzőművészeket, és nem az ő alkotásaikat. Minthogyha ez lenne ebből kiolvasható, és minthogyha ezt írnák ők is, csak nem konkrétan megfogalmazva. Igen, én is úgy gondolom, hogy itt egy kommunikációs tévedés van, tehát egészen egyszerűen fontos tudni, hogy a Velencei Biennálé, amit így nevezünk, az nem csak a képzőművészetről szól. Tehát minden második évben a képzőművészetről szól, és az áll a középpontba, de idén például, most november 23-án az építészeti biennálét zártuk, a 14-et. Mm. Tehát az se egy új keletű dolog. Tehát akkor holnap után egy petíciót nyújthatnak be az építészek, hogy miért nem vagyok építész, és miért nem azokat a súlypontokat veszem figyelembe. Milyen remek ötletei vannak? De egyébként meg a művészethez van köze, hát hiszen a szakmája alapvetően pontosan nem a külügy, hanem a művészet. Pontosan, tehát én a színezi világból érkeztem, ezért sajnálom, hogy a művész társadalom, és ez azért Magyarországra jellemző, ami a jobb és baloldal politikai elitjének is éppen úgy a közös felelőssége, hogy azonnal egy-egy művészeti területbe belehozza a politikai retorikát, és esélyt sem ad arra, hogy a politikai ideológián túl esetleg az eredményeket értékeljük. Felveszi a kesztyűt?
Szerintem nem kell kesztyűt felvenni. Én abban hiszek, hogy egy nagyon komoly szakmai zsűri fogja eldönteni azt, ahol én jelen vagyok, mert szeretnék minél többet tanulni, ebben hiszek. Én nem vagyok képzőművész valóban, de nem is arra kért fel Balogh Zoltán. Egy komoly olyan háttérbiztosítására és egy művészeti menedzsmentre, hogy rendben menjen a Biennale központi formája, és azért vegyük figyelembe azt, hogy az a pavilon, amiben egyébként két évente a képzőművészek megjelennek, az bizony korszerűsítésre vár, az bizony rengeteg törődést igényel. De hát nem is ettől félnek a képzőművészek, hanem attól, hogy politikai döntés születik a tekintetben, hogy ki mehet és ki nem. De nem látom, hogy a politika hol szólhatna bele, hiszen nem én vagyok a döntéshozó. Tehát ez egy szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy nem én választom ki, nem a politika választja ki, hogy ki legyen jelen a művészeti biennálén, hanem olyan emberek, akik elismert szaktekintélyek Magyarországon, és értenek hozzá. Köszönöm, hogy eljött és elmondta ezt. Én is köszönöm a meghívást.